Na most erről jutott eszembe, amit most mondtatok, hogy nem tudom, tudjátok-e, hogy régen az egészséget azok, tehát az egészséget olyan személyek oldották meg, akik bevonták a természetet. Ami azt jelenti, hogy a mai értelembe vett természetgyógyászok csinálták ugye az egészséget. Tehát ami azt jelenti, hogy ők szedtek gyógynövényeket, és a gyógynövényeket felhasználták az egészség helyreállítására. És akkor az legtöbb esetben ugye ez úgy működött, hogy, szülőről gyerekre szállt. És lényeg az, hogy gyógyítottak, és hát nem voltak ilyen olyan fajta jellegű gyógyítások, mint amik most vannak. És akkor a múlt században ugye elkezdték az olajat kibányászni, és akkor voltak már előtte is gazdag családok, és akkor az USA-ban az egyik gazdag család, konkrétan úgy hívják, hogy Rockefeller család, az olaj, tehát az USA olajtermelésének a 70%-át uralta gyakorlatilag a második világháború előtt. És akkor hoztak egy határozatot, illetve egy törvényt, hogy mennyit birtokolhat egy család, mármint az olaj vagyonból. Erre fogta a Rockefeller család, és ilyen csere eladást csinált, vételeladást. Tehát gyakorlatilag eladta az olajrészvényeket, és vett helyette gyógyszergyárakban gyógyszer részvényeket. És többek közt Németországban a legnagyobb gyógyszergyárat ba is lett részvényei, ezt úgy hívták, ezt a gyógyszergyárt, még mindig működik egyébként, hogy Eagle Farbe. És ez még mind a második világháborút megelőző és környéki időszak, tehát ami azt jelenti, hogy a legeleje időszakban volt ez. Na most onnantól kezdve, tehát a Rockefeller családnak nem csak az olajiparban lett óriási tulajdona, hanem a gyógyszergyártásban is. Tehát igazából úgy mondhatnám, hogy ez még akkor elsősorban ez ugye vegyszer és gyógyszergyár volt, ez az Eagle Farm. És akkor ugye gondolkodott ugye a Rockefeller család feje, hogy hogy lehetne ebből ezt a kettőből, mind a kettőből egy ilyen házasított üzletet csinálni. És akkor kitalálták azt, kikísérletezték, hogy hogy lehet kőolajból gyógyszert gyártani. És hogy lehet minél nagyobb haszonnal gyógyszert létrehozni. Igen ám, de az volt a baj, hogy nem tudtak sok gyógyszert eladni, mert hiszen nem kellett a gyógyszer, mert mindenki igazából természetgyógyászok által, tehát a mai értelembe vett természetgyógyászok által gyógyította magát, illetve hát gyógyították őket, a természetgyógyászok gyógyították őket, illetve sok esetben még azt se kellett bevonni, hiszen kimentek a mezőre, és akkor szedtek gyógynövényeket, és a gyógynövényekből csináltak olyan készítményt, főzetet, ami hatott arra a betegségre, ami nekik volt. Erre kitalálták azt, megint csak Rockefeller család kezdeményezésére, hogy szigorítsák ezekben a törvényeket. Tehát, hogy szigorítsák be azokat a törvényeket, hogy mondják ki azt, hogy a természet gyógyászattal való gyógyítás az kuruzslás. És rászorították a természetgyógyászokat, és rászorították a lakosságot. Tehát ugye gyakorlatilag hogy szorították rá a természetgyógyászokat? Úgyhogy
Hát ha most gondolj bele, valaki természetgyógyász, és azt mondják rá, hogy kuruzslás, kuruzsló, és ezért börtönbe tudják csukni, hát de nyilván nem fogja csinálni, mert nehogy börtönbe csukják. És azt a hiányt, amit a természetgyógyászok hiánya okozta, ezt gyorsan pótolták, ugye központi egészségügyi oktatással, aminek semmi köze a természetes gyógymódokhoz. Nem volt, és ha megnézed, igazából most sincs. És hát lényeg az, hogy ezeket a törvényeket meghozták a 40-es, 50-es években az USA-ban. És ezáltal elkezdődhetett felvirágozódni a gyógyszeripar, illetve maga az egészségügy. Mert ugye az egészségügy az egy nagyon nagy biznisz, mert hát hogyha valaki beteg, akkor ő nagyon akarja, hogy meggyógyuljon. És mindent megtesz annak érdekében, hogy meggyógyuljon, sőt akár anyagi szempontból is megtesz mindent, hogy meggyógyuljon. Sőt azt is lehetne mondani, hogy ha valaki beteg, akkor hát eléggé fontos kiadás, elsődleges kiadások közé kerülhet akár a saját maga gyógyulása. Tehát lényeg az, hogy ugye a Rockefeller család az réges-régóta bizniszekből él, és onnan, most gondoljátok bele, hogy mondjuk az egyik Rockefeller fiú az apjának, a saját édesapjának uzsora kamatra adott kölcsönt. Tehát ők ilyenfajta emberek. Oké? Tehát, hogy igazából mondjuk a Rockefeller családnak semmi nem számít, csak a biznisz, csak az üzlet, meg csak a pénz. Oké? Na most és szépen, mivel mondjuk a Rockefeller család az körülbelül mondjuk 15 évnyi Magyarország, tehát Magyarországnak van egy havi költségvetése. Az éves költségvetése az úgy durván olyan 20 ezer milliárd forint. Tehát 20 ezer milliárd forint az éves költségvetés. Na most azt visszahosszátok, akkor kiderül, hogy olyan 1000-valahány száz milliárd a havi költségvetés. Csak nem 2000 milliárd. Na most, ezt, amit Magyarország előállít, és költségvetést finanszíroz, na most a Rockefeller család ezt körülbelül 15-ször tudná kifizetni. Az éves költségvetésünket, érted? Körülbelül 15-ször. Tehát ekkora a vagyona. Na most lényeg az, hogy gyakorlatilag ha a Rockefeller család szétosztana a vagyonát, akkor a világon megszűnne a szegénység. Érted? Tehát gyakorlatilag megszűnne a szegénység. Meg az ilyen, tehát úgy értve, hogy az ilyen éhség. Az éhség meg ilyenek. Tehát teljes egészében. Na most lényeg az, hogy ugye ma a világban egy olyan világot élünk, ahol a hatalom és a pénz az összefonódott teljes egészében. Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ha valaki hatalomba kerül, akkor azért kerül hatalomban, hogy pénze legyen, minél több pénze. És, de nagyon érdekes, mert a világ leggazdagabb családai, azt mondja, lehet, hogy föl tudom nektek gyorsan sorolni. Jó, bár erre így konkrétan nem készültem, de hát ha. Na, azt mondja, hogy nézzük. Azt mondja, hogy hát nem biztos, hogy itt megtalálom. Na, nézzük. Hát nem találom sajnos, akkor ezt valahol máshol raktam. Na mindegy, 13 család között, tehát a világ vezető 13 családjáról van szó. Ez a 13 család, ebből
a legnagyobb befolyással bíró és egyben legnagyobb vagyonnal bíró család az a Rothschild család. A Rockefeller az a második, tehát második, a legnagyobb vagyonnal a Rothschild család bír és a legnagyobb befolyással a Rothschild család. És nem tudom, tudod-e, hogy ez a 13 család felosztotta a bolygót maga közt, tehát ami azt jelenti, hogy érdekszféráik vannak. És ebből származó érdekszférák, tehát akkor mondom, kik vannak benne, akik így fejből most tudom mondani, tehát van ilyen család, hogy az angol király a Windsor, igen, akkor a Romanov család, képzeld még mindig, akkor van olyan, hogy Warburg család, akkor, na mindegy, most hirtelen, Habsburg család, azt hiszem a Morgan család is talán, de hát Habsburg az biztos, Kennedy család, igen, azt hiszem a Kennedy család is, igen. A Kennedy család is, mert ugye azért ölték meg a Kennedy elnököt, mert ő akart lenni a pindár. A pindár az az, hogy a, hogy értsétek, tehát a világ piramis első számú embere, csúcsa családja. Jelenleg ez most a Rothschild család. És hogy a Rothschild család ott ki akarta golyozni a legfelsőbb vezetői pozícióból az amerikai hatalom által, hogy ugye ővé volt a hatalom, a fegyveres erők, meg stb. És azáltal át akarta venni az első számú család szerepet a bolygón. Na szóval a lényeg az, hogy ezek a családok gyakran háborúznak egymással. Mert néha, vagy sokszor a saját érdekszférájuk sérül, illetve ugye nagyobb hatalmat akar az egyik család, és akkor összetűzésbe kerülnek, és így jönnek létre gyakorlatilag a mind a két világháború ennek a következménye, hogy a családok háborúztak egymással gyakorlatilag, de nem a családok háborúztak, hanem ugye fölbújtották a népet, és a népek háborúztak egymással. Na szóval lényeg az, hogy ilyen érdekes világban élünk, ahol ugye a legfelsőbb hatalomnak az az érdeke, hogy háttérbe maradjon. Tehát ha megnézed, ebből a 13 családból csak nagyon ritkán fordul elő, hogy valamelyik hatalomba kerül. Legalábbis az elmúlt 100 évben. Tehát az elmúlt 100 évben háttérbe húzottak ezek a családok. Régebben nem voltak így háttérben, hanem előtérben voltak, hiszen ezek közt vannak királyi családok is. Hát nézd meg, a Windsor család is háttérbe húzódott. Ugye a Romanov család is háttérbe húzódott. A Habsburg család is háttérbe húzódott. Tehát gyakorlatilag utoljára, amelyik előtérbe volt, az a Kennedy volt, meg a Kennedy család. De azóta érdekes módon a Kennedyek nem akarnak Egyesült Államok elnökei lenni. Nem fura? Na szóval a lényeg az, hogy ők háttérben vannak. Ezt a 13 családot további 300 család szolgálja ki. Ezekben a családokban olyanok vannak, akik már amerikai elnökök. Bush család például, így van, Clinton család is ebben a 300 családban van, stb. Stb. Jó, csak itt az ismertebbek közül, akik nem olyan rég voltak elnökök. Ugye most a mostani amerikai elnök is ugye milliárdos gazdag, elképzelhető, hogy valamilyen szinten ő is benne van ebben a 300 családban, nem vagyok benne biztos, ezt nem tudom, de a Bush család meg a Clinton család az benne van ebben a 300 családban. Na szóval lényeg az, hogy ez a 300 család, ennek a 13 családnak a
fegyverhordozója, szó szerinti értelemben. És ha megnézed, nagyon érdekes az egész, mert az első számú családok a háttérből, tehát nekik van a legnagyobb vagyonuk és legnagyobb hatalmuk, legnagyobb befolyásuk a bolygón, és háttérben vannak. És előtérbe tolják azokat a személyeket, meg családokat, akik már nem rendelkeznek közel se akkora vagyonnal, érted? De ugye mit csinálnak? Azt mondják, hogy tied lehet a hatalom, ha azt csinálod, amit én akarok. Így van. És ha nem azt csinálod, akkor el fogsz tűnni a süllyesztőbe. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy mondjuk miért robbant ki az iraki háború? Tudjátok? Mit tudtok erről? Szerintetek miért robbant ki, vagy mit olvastatok erről, mit hallottatok erről? Talán nem dollárja akarták adni az olyat. Na most, ugye van egy olyan törekvés a világban, hogy egyetlen egy olyan ország se legyen, amin nincs befolyásuk. És Irakon, tehát az iraki elnököt, a Saddam Husseint Amerika segítette hatalomra. Ugye ezt tudjátok? Csak fordult egyet a kocka, és elkezdett Amerika ellenessé válni a Saddam Hussein. És ugye, ha egy állami vezető nem azt csinálja, amit a hatalmon lévő 13 család akar, akkor a következő történik. Először is le akarják pénzelni. Tehát megvásárolni. Ha ez nem sikerül, Saddam Husseint nem tudták megvenni. Ha ez nem sikerül, akkor meg akarják gyilkolni. Illetve, bocsánat, nem. A harmadik, a második az, hogy megfenyegetik, hogy meggyilkolják, vagy a családját meggyilkolják. Ez a második. A harmadik pedig, hogy szó szerint meg is gyilkolják. Ha az sem megy, akkor megszállják az országot. Világos ez? Tehát ez a folyamat. Első lépés, megvásárlás, ha az nem megy, megfenyegetés, ha az nem megy, akkor meggyilkolás, ha az sem megy, akkor megszállják az országot. És Irakot ezért szállták meg, mert nem állt be a sorba. Most azért támadják a két országot, Dél-Koreát és Iránt, mert ők még nem álltak be a sorba. Oké? Tehát ez a két ország még, képzeljétek el, szabad. Tehát a világ hatalmi rendszertől, tehát a Földön lévő hatalmi rendszertől ez a két ország még szabad. És azért támadják ezeket, mert szabadok. Tehát az ilyen olaj, meg ilyen kérdés, az csak ilyen másodrangú kérdés. Tehát ezekkel az országokkal a következőt csinálják. Tehát megtámadják, kirobbantották ugye az első világháborút, utána a másodikat. Megtámadják őket, lerombolják, utána pedig hitelt nyújtanak a felújításra. Magyarul eladósítják azt az országot. Oké? És onnantól kezdve gyakorlatilag megvették az országot, mert tudod, ha te is fölveszel hitelt, és több a hiteled, mint a vagyonod, akkor szegényebb vagy a templom egerénél, magyarul neked nincs vagyonod. Tehát hiába élsz valamibe, ha azt hitelre vetted, és még a hitelt nem fizetted ki, akkor gyakorlatilag addig, míg azt nem fizetted ki, az nem a tied. Tehát ha eladósítanak egy országot, és az ország nem fizette ki az adósságát, akkor gyakorlatilag azt az országot eladták. Tehát az az ország
nem a lakosságé. Érted? Ha egy államfő ki akarja fizetni a hitelt, képzeljétek el, mert mondjuk olyan jól megy a gazdaság, vagy például mint Románia, találtak annyi aranyat, érted, amiből az egész adósságukat ki tudták fizetni. Most azért mondanám Romániát, hogy Ceausescu elérte, hogy nekik egy vas adósságuk nem volt. Ezért kirobbantották a forradalmat Romániába. Oké? Komolyan ezért robbantották ki, ezt jó, ha tudjátok. Tehát azért robbantották ki, mert egy forint, nem, egy lej adósságuk se volt. Oké? Na most kirobbantották a forradalmat, hatalomra segítettek olyan embereket, akik elkezdtek fölvenni hitelt. Na most nem olyan rég, pár évvel ezelőtt, valami két évvel ezelőtt, egy Ceausescu birtokon az épület alatt, ahogy bontották, találtak egy pincét, és annyi aranyot találtak, amiből simán ki tudta fizetni a román állam az adósságot, amit azóta felhalmoztak. De, vagy ki tudta fizetni volna, de nem engedték, így van. Nem engedték, hogy kifizesse. Ha egy állami vezető ki akarja fizetni az ország adósságát, akkor fogják, és nem a következő választásnál már nem ő kerül hatalomra. Világos ez? Tehát vagy ha ő kerülne hatalomra, akkor megfenyegetik, vagy megveszik, vagy megfenyegetik, hát vagy megölik, így van. Na most, tehát gyakorlatilag ezek így működnek, képzeljétek el. Tehát így működnek. Na most, tehát egy olyan világban élünk, ahol nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a hatalom mit akar. Elég nehéz lesz megvalósítani, mert egymással is ellentétben vannak. Van egy 14. család is, csak ez nincs benne a 13-ba, az a japán császári család. A Hirohito, igen, a Hirohito császár. Tehát császári család. Tehát azt kirakták ebből a 13 családból. Na szóval lényeg az, hogy ugye a második világháború követően rakták ki ebből a 13 családból. Na akkor nézzük ezeket a dolgokat. Tehát tovább. Jó? Tehát ugye ők azt szeretnék, hogy legyen ugye Európai Egyesült Államok, legyen komplett Amerikai Egyesült Államok, akkor legyen Ázsiai Egyesült Államok, meg Afrikai Egyesült Államok. Ugye Európai Egyesült Államok már gyakorlatilag van, EU-nak hívják, és utána, amikor ezek az egyesülések megtörténtek, akkor az egészet össze akarnák vonni egybe, egy állammá. Központ irányítással, egy hatalmi irányítással. Na most igen ám, de ez érdekszférákat érint. Tehát ami azt jelenti, hogy a Rothschild családé Európa. Tehát Európa. Na most igen ám, de Oroszország már Romanov családé. Tehát a Romanov család visszaszerezte Putyin keresztül a hatalmat. Oké? Ugyanis Leninnel elvesztették a Romanovok, meg Sztálinnal, és utána sikerült visszaszerezniük, ugye Putyin keresztül. Tehát most megint Romanov hatalom van Oroszországban, és ők nem akarnak belemenni ebbe az egyesülésbe. Tehát ugye elég bajos az egyesülés, látjátok, hogy például az angolok is kiszálltak az EU-ból. Ugye azok meg Windsorok. Tehát úgy látszik, nem egyeztek a Windsorok a Rothschildokkal.
De hát például mondanám, hogy mekkora vagyonuk van a Rothschildoknak, gyakorlatilag Izrael államot teljes egészében ők hozták létre, és teljes egészében ők finanszírozták a létrejöttét. És az ahhoz szükséges teljes infrastruktúrát ők finanszírozták. Na most akkor mondok még egyet. A Suezi csatornára a pénzt az angol államnak, az angol kormánynak a Rothschildok adták. Anno annak idején. Na most ha akkor ilyen pénzek fölött rendelkeztek, akkor gondolj bele, hogy azóta mekkora pénzzel rendelkeznek. Tehát ugye ezek a családok, ezek nem uralkodó családok voltak, például a Rockefeller vagy Rothschild, hanem például a Rothschild család évszázadok óta banki, bankárok. Na most mondok példát, jó? Nem tudom, tudjátok-e, hogy 1848-ban, 49-ben miért hívták be az oroszokat ide Magyarországra? 1849-ben. Tehát, ugye tudjátok, hogy az osztrákok elfoglalták Magyarországot, ugye, a törökök után. És ugye osztrák uralom volt Magyarországon. Majd még erre visszatérek, erre az osztrák uralomra. És a szabadságharc, azt jelentette számukra, az osztrákoknak, hogy a magyarok kiválnak a birodalomból. Oké? Sőt, nagyon úgy állt a szekér, hogy a magyarok kiválnak. De eleve többen is voltunk, úgyhogy ki is tudtunk volna válni, mindegy. Na most, de megijedtek a Rothschildok, ugyanis az osztrákoknak is, meg a Rothschildoknak, vagy az oroszoknak is a Rothschildok adtak hitelt. És attól tartottak a Rothschildok, hogyha Magyarország kiszáll, ettől nem tartottak, ez egy jogos tartás volt, hogyha Magyarország kiszáll az osztrák birodalomból, akkor Ausztria nem fogja tudni fizetni a törlesztő részleteket. Ezért a Rothschildok elintézték az oroszoknál, hogy besegítsenek az osztrákoknak katonai erővel, hogy Magyarországot megakadályozzák, hogy kiszálljon, kiváljon az osztrák birodalomból. Világos ez? Na most, ugye, de ez az 1800-as évek. Ha visszább mennénk, még a történelemben, még mindig ott vannak a Rothschild bankok, bankházak, amelyek hiteleztek országoknak. Hát azért gondolj bele, azért nem semmi, hogy magánszemélyek képesek arra, hogy országoknak hitelezzenek. Ez egyébként most is így van. Tehát az összes hitelt, amit Magyarország kívülről kap, azt mind magánbankok finanszírozzák. Azért egy kicsit nevetséges, hogy a magánszemélyek gazdagabbak, mint az országok, nem? Nem fura? Pedig az emberek nem a magánszemélyeknek adóznak, hanem az országoknak, nem? És gondold végig, hogy ők mégis gazdagabbak, mint az államok. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy gazdagabbak, mint bármelyik állam a bolygón. Tehát nem tudom, tudod-e, hogy a törökök miért tudták elfoglalni Magyarországot annak idején? Mert az osztrákoknak fájt a foguk a magyar aranybányákra. És megegyeztek a törökökkel.
Ugye emlékeztek, hogy volt egy olyan, hogy Bécsben, tehát Bécset megtámadták. És utána Bécs alól elvonultak, és utána soha nem támadták meg Ausztriát. Nem érdekes. Minket meg évtizedeken keresztül támadtak, emlékeztek? Vagy 50 éven keresztül támadtak, hanem hosszabban, már Hunyadi előtt támadtak minket, és utána végig majdnem 100 éven keresztül ellenálltunk nekik, érted? Az osztrákokat meg egyszer megtámadták, és utána elvonultak, mert született egy olyan megállapodás, hogy felosszák az aranybányákat, ami azt jelenti, hogy az osztrákoké lesz a felvidék, a törököké meg Erdély, így van, mert ugye Erdély adózott a törököknek. Tehát ami azt jelenti, hogy megállapodtak abban, hogy minket leigázzanak. Oké? Na most akkor nézzük tovább. A törökök először adóztatni akartak minket, de ebben mi nem mentünk bele, mert tudtuk azt, hogy meg tudjuk magunkat védeni. De úgy már nem tudtuk magunkat megvédeni, hogy például a törököknek nem volt megfelelő hadi hajójaik, hogy bizonyos átkeléseket megcsináljanak, ezért a velenceiek adtak kölcsön hajókat, érted? Amivel át tudtak menni folyókon, tengereken, stb. Stb. Szóval elég érdekes ez a történelem, amiről fogalmunk nincs, érted? Mert nem itt tanultuk a történelembe ezeket a dolgokat. Na most, a türkök akkor Törökországban vannak kurdok, a türkökkel meg a kurdokkal rokonok vagyunk. Tehát ők, igazából a törökök nem akartak minket leigázni, sőt, akármilyen hihetetlen, ugye a történelemben furcsa módon 1526-ra dotálják a mohácsi vészhez, dátumozzák a Magyarország vesztét. Ez se igaz. Ez egy nagy hazugság. Mert ugyanis utána kivonultak az országból a törökök. És körülbelül 30 év múlva szállták meg csak Magyarországot. De érdekes. De nem, valahogy nem így tanultuk. Tehát a törökök nem akartak minket kiirtani, mert rokon nép. Érted? Tehát nem az egész törökkel vagyunk, mert a törökkel nem vagyunk rokonok, a türkökkel vagyunk rokonok. Oké? Na most, akkor nézzük tovább ezt a kérdést. Tehát nem akartak minket kiirtani, mert nekik az volt a céljuk, hogy minél több hasznot innen elvigyenek. Persze, de hát ahhoz, hogyha kiirtják a népet, akkor nem tudnak hasznot elvinni. Világos ez? Tehát ugye a török állam az ilyen terjeszkedést folytatott a világban, és kellett neki hát az utánpótlás, meg az élelmiszer, meg minden. És ha kiirtja a népet, akkor ki fog ilyeneket létrehozni? Világos? Tehát ők nem akartak minket kiirtani. Tehát a török időszakban ide nem voltak bevándorlások, pedig azt tanultuk, hogy akkor kezdődtek a bevándorlások. Nagy tévedés. Tehát 1600, mikor? Azt mondja, hogy 1670 valamikor, vagy 60 valamikor, ugye 150 évre datálják a török uralmat, 1526-tól, akkor 1670 valahány körül, ugye a törökök kimentek Magyarországról, úgyhogy elvileg az osztrákok kiűzték őket. Erre cserében megkaptuk a nyakunkra az osztrákokat. Akik viszont szó szerint, akármilyen hihetetlen, a drága osztrák sógoraink elkezdtek minket kiirtani.
Oké? Okay? Szó szerint. Tehát az alatt, az idő alatt, 1680-tól elkezdett nagy mértékben fogyni a magyar lakosság, furcsa mód. Ennek hatására elkezdtek betelepíteni mindenféle népeket. Kárpát-medencéről van szó. És gyakorlatilag át akarták változtatni az országot. De utána jött megint egy forradalom, ugye, mert a Rákóczi volt az első, a második volt ugye az 1848-as, és ugye rájöttek arra, hogy mégse bírnak velünk. És akkor jött a kiegyezés 1867-ben. És a kiegyezés viszont onnantól már jó, viszonylag jó volt Magyarországnak a kiegyezéstől, de biztosította, hogy nem lázadoztunk ellenük tovább. És termeltünk. Oké? Okay? Igen. És a lakosság az alatt, az időszak alatt nagy mértékben nőtt. És érdekes mód, leginkább a magyar lakosság nőtt nagy mértékben a kiegyezést követően. Egészen Trianonig. Oké? Na most, ugye a Trianon is egy olyan dolog volt, ami hát előre le volt gyakorlatilag zsírozva. Jó, tehát hogy nézzétek meg, nagyon érdekes például az első világháború befejezése. Az a legérdekesebb egyik befejezés, ami létezik az összes háború közül. Ugyanis az ellenség se magyar területre, tehát a Kárpát-medencébe, se Németországba nem tette be a lábát. És úgy szűnt meg a második, vagy a első világháború. Mert a másodikat tudjuk, hogy ott végig vonultak az amerikaiak, meg az angolok, meg az oroszok. De az első világháború úgy szűnt meg, hogy kirobbantottak Berlinbe, Bécsbe és Budapesten forradalmat. Ezáltal rögtön belpolitikai problémák lettek, és ez a három hatalom rögtön kiugrotta, illetve hát kettő hatalom, mert ugye osztrák-magyar monarchia, kiugrottak háborúból. Tehát ami azt jelenti, hogy letették a fegyvert. Érted? Mert belső konfliktust idéztek elő. Belső konfliktust. Na most, mondok egy példát ezzel kapcsolatban, hogy mindenki hallotta 1917-es októberi, mi dátumunk szerint novemberi orosz forradalomról. Ugye? Az azért jött létre, mert a németek kirobbantották, támogatták egy belső forradalmat. Tehát a németek csináltak először ilyet, és ezáltal Oroszország kiszállt a háborúból. Tehát az oroszok túl nagy falat volt ugye a központi hatalmaknak az első világháborúban, de onnantól, hogy kiszálltak az oroszok, hát ismét ugye átvették a kezdeményezést a központi hatalmak az Antantól. És Amerika hiába szállt be első világháborúba, gyakorlatilag nem számított katonai hatalomnak. Hát most ide küldött, mit tudom én, pár tízezer katonát.
ez nudli, tehát semmi, persze. Tehát nem az Amerika miatt nyerték meg az első világháborút, hanem amiatt, hogy kirobbantották a forradalmakat.